Sziasztok, ez itt a Moziklip, a Gyöngyösi Televízió mozi magazinja. Tartsatok velünk, és hogyha így tesztek, akkor olyan filmekben nyerhetek betekintést, miért, mint például a Szörnyen Boldog Család 2. Azt mondanám, vadászik! Új célpontjaid! Nessi és a Yeti! Ufta! Ufta, ufta, ufta! Nagy mázli, hogy itt senki nem ismer. És ha velünk tartotok, akkor abba a filmbe is belenézhetünk, aminek az a címe, hogy Gyűlölök és szeretek. Ugyanazért az állásért versengünk. Kizárt, hogy megbízzunk egymásban. Tiéd vagyok. Ebben megbízhatsz. A Szörnyen Boldog Család 2-ben Vizsbonék újból kénytelenek szörnyé változni, így a Frankensteinből, farkasemberből és egyéb horrorfigurákból álló család elindul kalandos útjára, amely során többek között azt is megtanulják, hogy attól, hogy nem vagy tökéletes, még lehetsz boldog. Hali! Mégis mit te akarsz itt mélyeges kövekkel? Téged! Anya, apa, fény! Segítsünk neki! Megint szörnyekké váltottak minket! Ne! Állj le! Vizsbónék visszatértek! Drakulálok meg! Szilmek vagyunk! Hát erősek! Sima ügy lesz! Egy szörnyen jó küldetésre! Azt mondanám, vadászik! Új célpontjaid! Nessi és a Yeti! Ufta! Ufta, ufta, ufta! Nagy mázli, hogy itt senki nem ismer! Ide a barátainkkal! Semmi esélyed sincs. Hamarosan. Az a lány az egyetlen támpontunk. Majdnem meghaltunk. Ufta. Nem voltam elég jó. Miért lennél tökéletes? Ki kell engednünk a szörnyeket? Ha van családod. Lex, képes vagy rá. Mind lököttek vagytok. Szörnyen Boldog Család 2. Dracula. A hangvezérelt robotpilótát látjátok, és igen, ennyire jóképű vagyok. Lucy és Joshua egy kiadónál dolgoznak, és egymás mellett ülnek az irodában. Nagyon sokat mókáznak, és hát folyamatosan egymást ugratják. Aztán kapcsolatuk akkor kezd igazán érdekessé válni, amikor a konfliktusok közé a szerelem is begyűrűződni látszik. Itt ülök, nap-nap után az örökké valóságig, az én egyetlen elmebajos ősellenségemmel. Négy panasz a héten. Négy. Ez meg itt a pont, amikor pontot teszel a mondat végére. Azonnal tedd le azt a minifánkot, mielőtt feldugom a Miattatok utálom a munkámat. Felveszünk egy ügyvezető igazgatót, aki felügyeli az összes részleget. Enyém a meló, minimafilm. Ha te kapod meg, felmondok, ugye fordítva is így lesz? Sajnos képtelen vagyok megadni ezt a gyönyört. Nem először mondtad ezt egy nőnek, mi? Szóval ti ennyire indultok egymásra? Nem. Szenvedélyesen gyűlölöm őt. Hogy az a roh... A bestseller alapján. Tyűha, mi az alkalom? Lélektani hadviselés. Vajon milyen lehet fegyverként használni a nyers, állatias vonzerőt? Volt egy elég különös álmom. Feküdtem az ágyban, mesztelenül. Van egy elméletem. Mit művelünk? Mi ez a játék, amit játszunk? Amikor gyűlölünk valakit, az nyugtalanító módon hasonlít a szerelemre. Játszunk egy másik játékot, amiben újra kezdjük. Miért? Nem akarok holmi kísérlet lenni, mielőtt megállapodsz. Minden szabad. Ugyanazért az állásért versengünk. Kizárt, hogy megbízzunk egymásban. Tiéd vagyok. Ebben megbízhatsz. Szerelemben és munkában. Mondtam, hogy visszalép, ha beígéred, hogy megsimogathatja a pónit. Nem kell segítség, hogy legyőzzem. Bármire hajlandó vagy, csak hogy győzhess. Bármi is ez, nem csinálom tovább. Nem tudlak hova tenni. Azt hittem, hogy gyűlölsz. Soha. Szóval, most milyen játékot játszunk? Gyűlölök és szeretek.
Amikor megismerted Josh, mit gondoltál? Azt, hogy rideg és ijesztően merev. Én meg, hogy Lucy egy gerinctelen nyaligép. Gyűlölet volt első látásra. Ennyi volt mára a moziklip, nézzetek minket legközelebb is, ami 2 hét múlva lesz, és addig is látogassatok el rendszeresen a gyöngyösmozi.hu weblapra. Ott nem csak a filmekről és a filmek tartalmáról értesülhettek, hanem helyet is foglalhattok egy-egy előadásra. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!